katolikus mise, Európa díjban részesült, nagyszüleit rabolta ki, kerékpáros közlekedés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 15-én 18 óra 5 perckor. Misére várták a híveket a katolikus templomba. Az Isten irgalma olyan, mint a teremtő erő. Hogy az Isten akkor, amikor megalkotta az embert, akkor szeretetből hozta létre. És az Isten nem akarja a bűnösnek a halálát, hanem hogy letérjen az útjáról, és új életet kezdjen az Istenben. Az Isten szeretetből alkotott meg bennünket, és mindegyikünket arra teremtett, hogy az ő boldog életének a részesei legyünk. Ugyanakkor az Istennek az irgalma, szeretete azt is jelenti mindannyiunk számára, hogy az Isten újját teremt bennünket. Ha az ember valóban őszintén bűnbánó lélekkel megbánja a bűneit, akkor remélhetünk az Istennek a szeretetében, az Istennek a jóságában, amely új életet akar mindannyiunk számára adni. Zakeusnak a példája is pontosan erre irányítja a figyelmünket. Ez a kistermetű, bűnös, vámos, akit az emberek utálnak, hiszen a zsidó világban ő hazaárulónak számított, mert a rómaiaknak szedte az adót. De mégis ebben a bűnös vámosban ott van a vágy, hogy szeretne találkozni Jézus Krisztussal, szeretné őt látni. És az Úr Jézusnak a szíve megesik ennek az embernek a láttán, sőt, azt mondja neki, hogy ma a te házadban kell megszállnom. Milyen érdekes, hogy az ember, aki vágyik az Istenre, az ember, aki szeretne találkozni az Úr Jézussal, annak az Úristen megadja azt a kegyelmet, hogy egyszer ténylegesen találkozzon vele. Ma a te házadban kell megszállnom. És Zakeus örül. Örül annak, hogy ő, mint bűnös és megvetett ember, a házába fogadhatja az Úr Jézust, a gyógyítót, az orvost, aki elveszi az embereknek a bűnét. Orvos Tóth Endre Sándor a közelmúltban Jász-Nagykun-Szolnok megye Európa díját vehette át. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. Az oklevélben az áll, hogy a megye és ország határon átívelő, hagyományőrző, értékteremtő munkássága elismeréseként vehette át a díjat. Orvos Tóth Endre Sándor nagyon sok mindennel foglalkozott, de mi most a hagyományőrzésről, a huszár hagyományok ápolásáról kérdeztük. Amikor megemlékezések voltak, egy alkalommal én is lóra ültem, és hát úgy láttam, hogy egy kicsit lehetne ezen javítani, és akkor ültünk le a polgármester úrral, aki akkor még dr. Fazekas Sándor volt, miniszter úr, és átbeszéltük ezt az ügyet, és én vállaltam, hogyha kapunk saját ruhát, én megszervezek egy csapatot, akivel évi 5 alkalommal a városi rendezvényeken szerepelni fogunk, mint hagyományőrző huszárok. Ezt az is megalapozta, hogy Karcag születi Kovács Mihály, és bár én akkor találkoztam vele először, amikor Cyrus Vance hazahozta a magyar koronát, de korábban háború előtt hagyománya volt neki. Ezt próbáltuk feléleveníteni,
és beléptünk a Kovács Mihály Egyesületbe, és mint huszárok kutattuk is ezt a témát, megfoglalkoztunk vele, meg hát hoztunk áldozatot lovaglásba, oktatásba, mindenben részt vettünk. Nem volt nehéz a kezdő csapatot összeszedni, volt sok lelkes fiatal. Voltak lelkes fiatalok is, akik akkor tanultak meg lovagolni is, és hál' Istennek bővült a létszám, most 15 fővel vagyunk, most legutóbb október 6-án 8 fő lovas volt, 2 gyalogos, tehát úgy gondolom, hogy megadtuk a rangját a rendezvénynek, és hát Magyarországon ilyen huszár, hagyományőrző társaság nem túl sok van. Néhányat ismerünk, de tulajdonképpen úgy gondolom, hogy Karcag ebbe az elsők közt szerepel. Az elmúlt években nem csak Karcagon, hanem határon túl is jártak a karcagi huszárok. Kazasztánban volt egy expo, és augusztus 18-án volt egy magyar nap, és azon szerepeltünk, mint huszárok. Nagyon jól sikerült. Én láttam előtte való napot, valami afrikaiaknak volt szintén egy ilyen napjuk. Hát nagy feltűnés nem keltettek. Amikor mi elindultunk a légierő zenekarával, hát követtek bennünket, masíroztak velünk körbe-körbe, és óriási szenzáció volt, taps volt, tehát saját magunknak is olyan élményt adott, ami biztosította, hogy na, ezt nem fogjuk abban, ilyen folytatjuk tovább. Akkor Kovács Sándor volt a megyénél, és ő mondta, ő kért meg bennünket, hogy menjünk. Lett volna biztos más is, de mi nekünk a kinézetünk, alakiságunk, egyebek az... Nagyon passzolt a zenekarhoz. Passzolt a zenekarhoz, és hát nagyon kellemes kintlét volt. Sok barátot, ismerőt szereztünk ott, mert mikor megtudták, hogy mi kunok, illetve kipcsákok vagyunk, akkor nyílt az ajtó mindenfele. A parancsnoknak is fontosak a kun hagyományok. Gyermekeivel, unokáival is beszélget erről. Ez annyira fontos, hogy én tulajdonképpen ebben nőttem fel, bár a 50-es években nem volt egy kiemelkedő téma, de azért esti beszélgetések, a disznótorokkor mindig előjöttek ezek a dolgok, és hát ezt vittük tovább. Nagyapámat 56-ban, 56 után hurcolázták a börtönbe, ez is azért egy 9 éves gyereknek mély nyomot hagyja lelki világába, illetve a látásmódját mindenképpen meghatározza. Hát én fiatalabb koromban is lovagoltam, de utána úgy hozta a sors, hogy nem volt rá lehetőség, meg idő. Egyik oldalról ugye Kovács volt a nagyapám, hát Kovács szakma a kezemben volt, akkor kardot csinált az ember, szabját csinált, tehát játékból is ment ez a dolog, és hát ahogy felnőtt az ember, és amikor szembesültem Kovács Mihálynak a sztoriával, akkor úgy gondoltam, hogy Karcagnak legalább olyan híres ember Kovács Mihály, mint másoknak Benyovszky Móricz. Az élettörténete, a kalandjai, az, tehát ezt mindenképpen egy városnak őrizni kell, ezt tovább kell ápolni, és hát sikerült megértő fülekre találni, és akkor így folytattuk tovább a dolgot. Az unokákra visszatérve, az egyik unokám, illetve két unokám most kezd lovagolni, tanulni. A karikása mindenük, csörgetnek, lovaznak, tehát úgy gondolom, hogy lehet jövőre már a bandériumban is lesz egy
a unokák közül. A huszárkodás mellett más területen is tett le értékes dolgokat az asztalra díjazott, ilyen a méhészkedés. Nagyapám az méhész volt, méhészkedett, a tanyán volt elég szép állománya, és hát mint gyerek ott voltam, segítettem, belenőttem. Aztán abba maradt, elkerültem egyetemre, tanulmányokat folytattam, és 94-ben volt azt hiszem a tüntetés, amikor a félpályás út lezárás volt, ott a beszélgettünk, egész napot átsorogtunk, és hát Kis Mihály bácsival, Kis Miskának az apjával egymás mellett vagy mögött álltunk, és hát felhozódott a méhészkedés. Az olyan lendületet adott nekem, és elkezdtem méhészkedni. A szimmetriáról, a vállalkozásáról is beszélgettünk, amit évtizedek óta működtetnek. 30 évvel ezelőtt a szimgépgyár csődöt jelentett, és akkor néhányan összeálltunk, és egy részét felvásároltuk. Nem kárpótlási jegy, nem így, nem úgy, pénzért. A felszámolóval nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és látta bennünk, hogy ezek tényleg akarnak valamit, nem csak elherdálni, hanem hasznot húzni belőle, hanem valamit akarnak. Mi azt akartuk, hogy újra élesszük itt a gépgyártást. 45 fővel kezdtük. Hát pont olyan időszakban, amikor óriási infláció volt, munkanélküliség volt. De most előtt én 3 évig Németországban voltam fakultatív nyelvtanfolyamon, és hát ott már voltak kapcsolataim. És azokat a kapcsolatokat felhasználva, meg újabbakat keresve elkezdtünk foglalkozni komolyabban a dologgal. Ma 135-en vagyunk. Elismert gyártók vagyunk Németországban, mert olyanok is jelentkeznek itt munkát hozni, tehát a kapacitást lekötni, akiről azt se tudjuk, hogy kik ezek. Hallotta ettől, hallotta attól. De azt mondja, ez a legjobb. Ilyen. Ez a legjobb. Nem nagyon reklámozunk. Szerintem Magyarországon még hirdetésünk se nagyon jelent meg, azon túl, hogy álláshirdetést feladtunk. Egyetlen példa, például 2006-ban a német piacon a növényolajprés piacnak a 40%-át uraltuk, akkor, amikor hagyományos német gyártók legfeljebb 17-et értek el. Köztudott arról, hogy a dolgozóit megfizeti, hiszen azt vallja, a jó szakembert meg kell fizetni, a visszajelzések alapján jó szimmetriásnak lenni. Vannak itt apa-fia unoka dinasztiák is, most is többen tanulnak, mert a cégvezető szerint a továbbképzés fontos, ő is jó példát mutat. Tavaly február 4-én kaptam meg a Budapesti Műszaki Egyetemen a hegesztő szakmérnöki oklevelemet. Vannak, akik elmennek valami miatt. Nyilván lehet, hogy mások nagyobb anyagi lehetőség van. Kanalas Lacika elment Németországba. Egy év múlva visszajött. Endre bácsi visszavesz? Hát mi haragszok én rád, hogy mi van vele? Gyere, azóta is itt van. Tehát, ha el is mennek, számítanak rá tartaléknak, na, ide biztos visszavesznek bennünket. Odafigyelünk a dolgozókra. Most is támogatást kapnak minden hónapban a fűtés rezsiszámla megemelkedése miatt, attól függetlenül, hogy mikor jött ide dolgozni. Ha tegnap jött, akkor is megkapja. Tehát próbálunk segíteni az beiskolázási segélyt. Mindent, amit a törvény megenged, mindent odaadunk. Amikor átvette Szolnokon a díjat, nagyon meghatódott a cégvezető, zavarban is volt, és még tulajdonképpen a mai napig is abban van, mert szerinte ez egy olyan nagy megtiszteltetés, amit fel kell dolgoznia orvos Tóth Endre Sándornak, akinek a kikapcsolódást a munka jelenti.
A jászberényi nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki annak a triónak a két női és egy férfi tagját, akik egy idős férfit loptak meg annak unokájának közreműködésével. A rendelkezésre álló adatok alapján egy 15 éves jászkíséri nő megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy megjelent egy jászapáti ingatlannál, majd ott a 82 éves tulajdonostól rosszul létre hivatkozva vizet kért. A sértett először nem dőlt be a trükknek, de a fiatal besurrant a házba, és amíg az idős hölgy telefonált, addig a konyhából készpénzt, a melléképület fagyasztójából pedig édességet és élelmiszert lopott el. A gyanúsított a következő napon nagyszülei jászberényi házához ment, ahol 92 éves nagypapája és 88 éves nagymamája lakik. A nyitott ajtón észrevétlenül bement a földszinti szobába, melynek ajtaját magára zárta. A szobában kutatni kezdett és megtalálta a nagyapja nyugdíját, melyet magához vett, de mivel ott létére fény derült, az utcára néző ablakot kitörte és azon keresztül távozott. Ha ez még nem lett volna elég, az unoka másnap délelőtt megkérte egy női ismerősét, hogy terelje el nagyszülei figyelmét, amíg ő ismételten besurran a házukba. A megbeszélt terv alapján egy jászíványi férfi vitte a két nőt jászberénybe. A nagyszülők házához érve a 28 éves jászladányi nő becsengetett, és egyik rokonáról kérdezte a kaput nyitó idős férfit. Eközben unokája hátulról osont be a házba. Az egyik szobában kutatást végzett, ahol az ágyneműk alatt 150 ezer forintot talált, melyet magához vett, majd később bűntársaival a kocsiban szétosztott, de nem sokáig tartott örömük, mert a rendőrök rövid időn belül mindhármukat elfogták és előállították a jászapáti rendőrőrsre. A bűntársakat lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, de mivel az unokának több is van a rovásán, őt összesen három rendbeli lopással gyanúsítja a nyomozóhatóság. Bakóné Tóth Éva rendőr őrnaggyal a szabályos kerékpáros közlekedés szabályokat vettük át, hiszen több változás volt ezen a téren az elmúlt időszakban. A Karcagváros Baleset Megelőzési Bizottsága nevében biztonságos közlekedéssel kapcsolatos fontos információkat szeretnék átadni. Nézzük meg, hogyan tudjuk a veszélyeket elkerülni. Melyek azok a kiegészítők, amelyeknek a kerékpálon rajta kell lennie? Működnek-e a lámpák, működnek-e a fékek, illetve a guminyomás megfelelő-e. Először is nézzük, hogy mik a kötelező tartozékok, amelyek a közlekedés biztonságunkat segítik elő. Láthatóságunk érdekében az első két keréken kettő darab sárga színű küllőprizmát kell elhelyezni. Előre fehér fényt adó lámpát, illetve fehér színű fényvisszaverőt kell felhelyezni, valamint hátra piros fényt adó hátsó lámpát és piros színű fényvisszaverő prizmát. Illetve a biztonságos megálláshoz szükséges kettő egymástól függetlenül működő fék. A balesetek elkerüléséhez tudjuk felhívni a figyelmet a csengő használatával. Fontos még a kormány és az ülés testmagasságunkhoz történő beállítása. Akkor van jó beállítva az ülés, ha arra felülve lábújhegyen, de stabilan tudunk állni. Továbbá védelmünket szolgálja a láthatósági mellény. A KRESZ alapján a kerékpárosnak lakóteten kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kell azt viselnie. Azonban mi ajánljuk, hogy éjszakai látási viszonyok között lakóteten is viseljék, ezzel növelve láthatóságukat, biztonságukat. Hogyan kell szabályosan elindulni? Az elindulást, a forgalomba való bekapcsolódást irányjelzéssel, a kerékpárosok esetében karjelzéssel kell jelezni. Elindulás előtt nézzünk körbe, hogy van-e olyan jármű a közelünkben, aminek elsőséget kell adnunk. Ha erről meggyőződtünk, és az út szabad, el is indulhatunk. Hol kell közlekednie a kerékpárosoknak? Kerékpárral, kerékpárúton, kerékpársávon, vagy ahol ilyen nincs, ott az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni. Azon az útszakaszon, ahol kiépített kerékpárút van, abban az esetben a kerékpárral csak ott lehet közlekedni. Ez kötelező, nem választás lehetősége. Ez a szabály vonatkozik az elektromos, illetve robbanómotoros kerékpárokra is, amennyiben azok tervezési sebessége a 25 km/h nem haladja meg. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen elsőbséggel csak a gyalogosoknak jár, kerékpárosokra csak akkor vonatkozik, ha leszállnak és áttolják a kerékpárt. Egy útkereszteléshez érve mindig figyeljük a közúti jelzőtáblákat, forgalomirányító jelzőkészülékeket, útburkolati jeleket, melyek segítik a továbbhaladásunkat, irányt mutatnak nekünk.
Ha van kerékpár út az út mellett, akkor csak itt szabad kerékpározni. Azonban nagyon figyelni kell arra, hogy nem minden kereszteződésben van a kerékpárosnak elsőbsége. Ilyen például a piacnál található egyik kereszteződés. Az egyik legveszélyesebb közlekedési tevékenység az útkereszteződésben történik kanyarodás. Nézzük ezt, hogy is csináljuk. Először nézzük meg a jobbra kanyarodást. Lassítsunk, nézzük meg, milyen jelzőtábla van előttünk kihelyezve az útkereszteződésben. Amennyiben állj, elsősorvás kötelező jelzőtábla van, meg kell állni, ha van forgalom, ha nincs. Ha elsősorvás kötelező jelzőtábla van kihelyezve, csak abban az esetben kell megállnunk, ha másképp nem tudjuk biztosítani az elsősorvási kötelezettségünket. Jobbra kanyarodás során is kanyarodási szándékunkat karjelzéssel kell jelezni, ezt mutassuk. Kanyarodás követően az út jobb széléhez húzódva haladjunk tovább. Akkor nézzük, hogy kanyarodjunk balra. Kereszteződésben kapubejáróhoz történő kanyarodás előtt lassítsunk, nézzünk hátra, ezután egy jól látható, balra mutató karjelzéssel mutassuk meg szándékunkat a közlekedés többi részvője felé. Ezzel elkerülhető az, hogy megelőzzenek, hiszen látják szándékunkat. Ezt követően húzódjunk be a felező vonal mellé, majd a kereszteződésen áthaladva kerékpárunkat irányítsuk az úttest jobb szélére. Útkereszteződés előtt továbbhaladási szándéknak megfelelően kell a kerékpárral az úttesten elhelyezkedni. Figyeljünk az útból kötő jeleket, melyek mutatják a helyes irányt. Amennyiben ezt a jelzőtáblát látjuk, csak akkor hajthatunk be, ha a kiegészítő tábla ezt megengedi. Kiegészítő tábla hiányában ne hajtsunk be egyirányú forgalommal szemben, ugyanis a keresztező utcában közlekedők nem számítanak ellenkező oldalról érkező kerékpárosra. Az elmúlt időszakban több olyan baleset történt, amikor a holtérben nem látták a sofőrök a kerékpárost. Ezt hogyan lehet megelőzni? Törekednünk kell arra, hogy mindig látszódjunk. Jó láthatóak legyünk. Ezt lámpa használattal tudjuk elérni, illetve az, hogy figyeljük a gépjárművek holtereit. Teherautóknál, buszoknál ez nagyon nagy, ez a holtér. Holtér ez egy olyan terület, amit a járművezetője önhibáján kívül nem lát. Fontos megjegyezni, hogy ha én nem látom a sofőr arcát, ő sem lát engem. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!